Köszönöm szépen. 6 perc, 6 probléma. Az ismert indiai történet szerint egy napon 3 férfi ment egy erdei úton, amikor feltűnt előttük egy tigris. Az első rémülten így kiáltott. Végünk van, a tigris mindnyájunkat felfal. A második így szólt. Ne féljetek, 3 együtt kiáltsunk a könyörületes Istenhez segítségért. Biztosan tudom, meg fogja hallgatni. Ugyan, miért nyaggatnók Istent, mondta a harmadik férfi. Másszunk fel inkább mindhárman egy fára. Nem csak azért mondtam el ezt a mesét, mert az abban megjelenő 3 magatartástípus, a pusztulást elfogadó fatalista, a hitében erős csodaváró és a cselekvő a mai magyar kultúra alakítóinak jellegzetes attitűdjét idézi, hanem azért is, mert sokunk tapasztalata szerint az egzisztenciális fenyegetettséget jelentő veszély a kultúra világában, amely Hegel után szabadon végtére is az otthonunk, szóval a szellemi otthonunkban az ilyesfajta veszély egyáltalán nem irreális. Amint a történet is mutatja, többféleképpen lehet viszonyulni egy ilyen szituációhoz. Ha jól érzékelem, ennek a kis konferenciának az étosza a cselekvő típushoz köthető, ennek megfelelően én néhány konkrét javaslatot teszek a helyzet kezelésére. Ma Magyarországon nemzetközi viszonylatban is jelentős állami intézményrendszere van a képzőművészetnek. Ennek a tekintélyes intézményrendszernek az általános alulfinanszírozottságon túl, amely a magas kultúra egészét sújtja, jelenleg 6 lényegi problémával kell szembenéznie. Az első talán a legrégebbi, a földrajzi aránytalanság. Az, hogy olyan jelentős vidéki kulturális központokban, mint például Debrecen, Pécs, Győr vagy Szeged, régóta nincs állami finanszírozású képzőművészeti kiállítóhely vagy múzeum, rendkívül komoly veszélyeket rejt. A második egy újabb keletű probléma. A fővárosban lévő 4 nagy művészeti intézmény, a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum, a Ludwig Múzeum és a Műcsarnok profilja az elmúlt 2 évtizedben amorfá vált. Márpedig nem szerencsés, ha nincsenek világos kiállítási stratégiák, és az sem, ha a meglévők esetlegesen a különféle intézményi kényszerek révén jönnek létre. A harmadik probléma a nemzetközi képzőművészet legjavának megjelenése Magyarországon. A szépirodalom esetében evidencia, hogy az idegen nyelvű kortárs művek legjava előbb-utóbb napvilágot lát magyarul is. Az is magától értetődő, hogy az artmozik a legjobb külföldi művészfilmekből szemezgetnek, stb. Ugyanakkor a legizgalmasabb, nemzetközi viszonylatban a legnagyobb hatást kiváltó külföldi kortárs képzőművészeti alkotások közül gyakorlatilag ma semmi nem jut el Magyarországra. A negyedik probléma a magyar művészet autentikus külföldi megjelenése. Az állami reprezentációhoz kötött kiállítások, legyenek bár Pekingben vagy Brüsszelben, nem csak anakronisztikusak, hanem gyakorlati hozadékuk sincs, legalábbis ebből a szempontból. Számos helyen jelen van persze a magyar művészet, de a világ legnagyobb kortárs művészeti gyűjteményeinek többségében egyetlen Magyarországon élő magyar művészről sem találhatunk munkákat. Magyarán a magyar képzőművészet nemzetközi pozíciója nincs összhangban azzal, ahogyan azt a hazai kánonformálás szereplői láttatják. És ide kapcsolódik az 5. a legnagyobb probléma, mégpedig az, hogy a magyar képzőművészetben számos téren tovább él a kádárizmus. Nem csak a természetes úton egyre csökkenő számú egykori elvtársak, de részben olyan fiatal emberek is tovább éltetik, akik annak idején még nem lehettek pozícióban, de az általuk újólag felvállalt, ad abszurdum a nemzetköziség zászlaja alá bújtatott, ám valójában az ideológiai együvé tartozás legitimáló provincializmus akolmelege áporodott levegővel árasztja el a hazai képzőművészetet. Látnunk kell, hogy a kortárs magyar képzőművészet közös kulturális otthonnál való tételében ma a legnagyobb gát a különféle ideológiai vagy politikai érdekeket képviselő csoportok közötti pozícióharc. Éppen ideje lenne, hogy az ideológiát a kiállítótermekben leváltsa az esztétika. És ez már a 6. problémát is érinti, az oktatás kérdését. Nagy gond, hogy az alsó és középfok oktatásban nincsenek a jelenkori művészet szempontjait átvevő korszerű szakmai modulok. Arra is szükség van, hogy az egyetemi oktatásban, mesterszinten elinduljon egy olyan korszerű kurátor és kritikus képzés, amely elsősorban a kép és medialitás elméleti, valamint esztétikai alapokra épül. Üdvösnek tartanám, ha a képzőművészet nemzeti intézményei a jelenleginél határozottabb, átlátható profillal működhetnének, ez olyasmi, amit a kultúráért felelős minisztérium tudna koordinálni. Ha ez megtörténne, rögtön utána újra lehetne gondolni a finanszírozást is.
A megyei közigazgatás megszűnése alkalmat adhat arra, hogy az egykori megyei múzeumok közül néhányban állami fenntartású művészeti kiállítóhely jöjjön létre, akár francia mintára meglévő nemzeti intézményekhez kapcsolódva. Fontosnak tartanám az olyan anakronisztikus intézmények jól előkészített átalakítását, mint például a képzőművészeti lektorátus. Az, hogy ez mennyire nem tölti be eredeti hivatását, annak ellenére, hogy több kitűnő szakember dolgozik ott, jól példázza az alkotmányillusztrációnak rendelt festmények nagy vihart kavart ügye. Egy olyan szervezetre, amely az állami művészeti projekteket koordinálja, előkészíti az állami vásárlásokat, segíti a külföldi megjelenést, stb. Nagy szükség van, de nem az egykori szovjet struktúra szerint. Vannak jó példák, mint például a német IFA, amely akár mintaként is szolgálhatna egy ilyen átalakításhoz. Hatalmas előrelépést hozhatna a magyar kortárs művészet külföldi megjelenésében, ha a román vagy lengyel gyakorlathoz hasonlóan felépíthetnénk egy galériahálózatot a nyugati szcéna meghatározó központjaiban. Ehhez a műcsarnok konkrét tervekkel rendelkezik. Végezetül szeretném elmondani, hogy a nemzetközi szcénához való megalapozott és tartós kapcsolódáshoz a műcsarnokban egy olyan projekten dolgozunk, amely 2014 tavaszától rendszeres fórumot biztosít majd a magyar képzőművészetnek, ez lesz a Budapest Biennálé. A tervezett Biennálé képes lesz megjeleníteni a kortárs képzőművészet aktuális irányzatait, tendenciáit, nem csak a műcsarnokban, hanem a város több pontján. Ennyiben ez nem pusztán művészeti, hanem városarculati és turisztikai projekt is. Ezzel a világra szóló eseménnyel a kortárs magyar képzőművészet elindulhat azon az úton, amelyen már rég el kellett volna indulnia, és amelyen óriási hátránya van nem csak a nemzetközi mezőnyhöz viszonyítva, de a magyar kultúra egészéhez képest is. Köszönöm a figyelmet!